2010 óta vezeti a települést, és most 2024-ben a június 9-i helyhatósági választásokon ismét nyert Sipeki Zsolt, Dánszent Miklós polgármestere. Köszöntöm, köszönöm, hogy gratulálok. Köszönöm szépen, jó napot kíván. Hát nézzük ezeket az eredményeket. Hogyan gondol vissza erre a napra, meg erre az estére? Egy kihívója volt egyébként, ő emlékeim szerint mindig volt kihívója. Mindig volt kihívóm, és olykor többen is, tehát ketten, olyan még nem volt, hogy hárman legyenek, de úgy látszik az én utam az ebben a műfajban, hogy mindig meg kell küzdenem a választók bizalmáért. Vegyes érzéseket kelt ez az emberben, mert hát jobb lett volna, az előző alkalommal talán utaltam is erre, hogy jobb lett volna egy nyugodtabb időszak ebben a választási, ennek a választási ciklusnak a végén Dánszent Miklóson, mert azért egy választási kampány az mindig energiába, odafigyelésbe kerül. Amit lehetne a település üzemeltetésére is fordítani. Elvonja a figyelmet a fontos dolgokról, hát illetve nálunk volt 2 évvel ezelőtt egy időközi választás, ahol tulajdonképpen a nagy mérkőzés az le lett játszva, hogy sport analógiát használjak. De hát így alakult ez ebben vagy ez alkalommal is. Mindenképpen köszönet illeti azokat a jelölteket, akik vállalták a megmérettetést. Egy választást szokták mondani, hogy a demokrácia ünnepe, és ez valóban így van. Mindenki választó és mindenki választható, és azért ehhez kell egy kis bátorság, kell egy kis kurázsi, hogy valaki kiálljon az emberekkel, és akár polgármester jelöltként, akár önkormányzati képviselő jelöltként megmérettesse magát. Mert itt aztán minden is a felszínre kerül, és ezt nem mindenki tudja végigcsinálni és vállalni. És köszönet illeti mindazon választópolgárokat, akik megtisztelték a jelölteket, illetve a választás kérdését azzal, hogy felöltöztek és rászánták az időt a választásra, kifejezték véleményüket, és ilyen módon befolyásolták akár Európa, akár hazánk, akár a vármegye, akár a szűkebb lakókörnyezet, azaz a település sorsának alakulását. Akár egy, akár több kihívója volt, itt kigyűjtöttem az adatokat, gyakorlatilag hoztam mindig ugyanazokat a számokat. 2019-ben 756 szavazattal nyert, 2022. június 19-én voltak az időközi választások, 727 szavazat, és most 723. Tehát igen, megvan a támogatottság, a fix támogatottság. Egyébként ez hát nyilván annyira nem releváns, de mégis akkor elmondom, közel 80% volt 2019-ben, 22-ben közel 60%, most pedig 63,48%. Nyilván ez árnyalja a képet, hogy hányan indulnak. De itt a lényeg, én úgy gondolom, ez a 700 fölötti tartós. Igen, én is ezt most mertem kimondani először magamnak. A politika ez egy bizonytalan, minimum bizonytalan műfaj. És ha megnézzük itt a környező települések eredményeit, azért születtek nem várt és meglepő eredmények is. Tehát nagyon nehéz ezt megjósolni, hogy mely jelöltnek milyen a támogatottsága, de én úgy érzem, tényleg most már ezt statisztikai értelemben el lehet mondani, hogy ez a 700 pluszos támogatói bázison, vagy szavazó... Ha már 700 éves a település. Ez úgy tűnik, hogy bizalmat szavaz nekem, és én ezt a bizalmat szeretném megszolgálni a következő ciklusban is, és minden erőmmel azon leszek, hogy Dánszent Miklós fejlődéséért a lehető legtöbbet tegyek. Hozott egy Dánszent Miklósi híradót, ez a 2024. évi nyári szám, én ezt eléggé el nem ítélhető módon eloroztam öntől, bele is lapoztam már, mielőtt ide beültünk volna. Például, új helyen a Székely kapunk. Beszéljünk erről, beszéljen erről, kérem. Ez egy szép téma egyébként nagyon, mert és érdekelte az embereket, nem is gondoltam volna, hogy ilyen Facebook aktivitást vált ki ez a téma. Röviden a története,
ha az információink helyesek, akkor 1980-ban épült ez a székely kapu. Dr. Főző József, a Micsurin TSZ elnökének megbízásából egy erdélyi fafaragó mester, talán egy bizonyos Pap Ferenc nevezetű faragta ezt a kaput, és ez az akkori Bagi Ilona építőtábor bejárata volt tulajdonképpen. Furcsa dolog volt ez akkor, de egy ilyen unikális és szép arculati eleme volt ez a szocialista TSZ-es időkben Dán-Szent Miklósnak. Hát sok ezer ember érkezett Dán-Szent Miklósra ezen a kapun keresztül. Aztán a rendszerváltozás idejében a tulajdonviszonyok megváltoztatásával kezdődött el a kárváriája ennek a terület résznek. Nem lehetett igazából megmondani, hogy ez közterületen van, állami területen van, önkormányzati területen van, magánterületen. Ráadásul a magánterület jellege is változott többször, úgyhogy ebből adottak bizonytalanságok. Többször volt arra civil kezdeményezés, hogy fogjunk össze, újítsuk fel a székelykaput, de minden jó szándék és támogató hozzáállás ellenére ezek a beavatkozások inkább rontottak a kapu állapotán, nem megfelelő festéket használtak, lecsiszolták, de nem festették le olyan rétegrendben. Úgyhogy gyakorlatilag pár évvel ezelőtt elérkezett oda ez a kapu, hogy a statikai állapota is kritikus volt, és a képviselőtestületünk tavaly úgy döntött, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a kapu ez önkormányzati tulajdonba kerüljön. Érdekes és nagyon előremutató volt, meg szép történet, hogy a terület tulajdonosai annak ellenére, hogy ez egy nagy értéket képviselő településképi elem, vagy műtárgy, fogalmazzunk bárhogy, nagyon együttműködőek voltak, és ingyen és bérmentve az önkormányzat rendelkezésére bocsájtották ezt a kaput, az önkormányzat szakemberekkel, helyi mesteremberekkel felújította, és a TSZ Parkban az egy szép fenyőkkel, többféle fenyővel díszített terület, TSZ Park elé helyeztük át immár önkormányzati területre, tehát június 4-én volt ennek a Nemzeti Összetartozás napján ennek a székelykapunak az ismételt átadó ünnepsége, és ettől a naptól kezdve ez a kapu ismét a Dán-Szent Miklósi önkormányzat felelőssége, tehát egy közösségi tulajdonba került a kapu. Az emberek nagy örömére, én azt gondolom. Közmegelégedésre, akkor lehet ezt mondani. Mire fókuszál most, akár üzemeltetés, akár fejlesztés szempontjából? A TOP+ pályázatokra most végre már elmondhatom, hogy lezárult ezen három TOP+ pályázatunk van, közel 500 000 forint értékben, amely megvalósításra vár, és most már van közbeszerzési tanúsítványunk, úgyhogy a nyár végén, az ősz elején kezdődnek az építkezések, művelődési ház, sportcsarnokának felújítása, könyvtár felújítása, kiszolgáló helységek felújítása a művelődési házban, illetve a sportcsarnok részben, polgármesteri hivatal energetikai felújítása, sportöltöző energetikai felújítása és egy új mini bölcsőde épület építése az óvodában. Hát ez egy tekintélyes lista. Igen. Úgyhogy van feladatunk, ezekre fókuszálunk, meg van még egy magyar falu programos szolgálati lakás felújítás, azt szeretnénk befejezni októberig. És egyébként, amiket itt felsorolt, azoknak várhatóan mi a kifutás ideje? Hát azért ezek itt jelentős események és beruházások lesznek a település életében. Nem merek jósolni, mindent megkövetünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb időn belül elkezdődjenek és befejeződjenek az építkezések. Bár itt sok funkció sérült, tehát sportöltöző, hol lesznek a mérkőzések, polgármesteri hivatal, hol fog működni a hivatal belső felújítás alatt, sportcsarnok mennyibe tudja ellátni a feladatát, könyvtár, hova költözik, mennyi ideig lesz zárva. Tehát van ezzel feladat bőven, de
össze fogjuk ezt hozni mind időben, mind térben, mind pedig finanszírozás tekintetében. És vége a választásnak, vége a kampánynak, tehát most már tud azért nyugodtabban tervezni a következő évekre. Igen. Hát a polgármester tervez képviselőtestület végezett, én megtanultam már. Vannak természetesen elképzeléseink, általában egy ciklusprogram mindig a polgármesteri programra épül. Remélem, hogy így lesz ez a most is. Mindenesetre egy konszenzus szeretnék elérni ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy infrastruktúrális fejlesztések tekintetében Dán-Szent Miklós nagyjából elért arra a szintre, hogy most már egyéb nagyon fontos dolgokkal is tudjunk foglalkozni, közösségformálással, szemléletformálással, életmód, egészséges életmód népszerűsítésével is. Benyújtottunk egy pályázatot, amely ezeknek a programoknak a támogatását, finanszírozását szolgálja majd, még nincsen döntés, nagy bizodalmunk van vele, de ebben az öt évben mindenképpen sokat szeretnénk foglalkozni a település lakóival, az emberekkel, az egyes ember életminőségének a javításával, természetesen azon kötelező feladatok mellett, amely kötelező feladatok mindig ott vannak az önkormányzatok nyakában. A közvilágítás, korszerűsítés, útépítés, ivóvízhálózat, vízminőség, javítás, sok egyéb prózai dolog, amely azért jelentősen befolyásolja mindennapjainkat. A közösségi oldala visszatér az úgymond normál üzemmódba? Gondolok itt arra, hogy ismétel lesz a rock and roll? Igen, bízom benne. Több lesz a rock and roll és a humor és minden egyéb, ami kevésbé hivatalos és kevésbé szórakoztató, mint egy polgármester titkos élete. Sipeki Zsolt, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Még egyszer gratulálok, jó munkát! Köszönöm szépen a lehetőséget!